Andrássy Manó emlékév kezdődött a gróf születésének 200. évfordulója alkalmából a Betléri Andrássy kastélyban. Gróf Andrássy Manó az Andrássy család egyik legérdekesebb személyisége volt. Ismerjük az utazásait, tudjuk, hogy szerette a művészetet, pártolta a művészeket. Utazásaiból számos műtárgyat hozott a Betléri Andrássy kastélybe. Ezeket a tárgyakat a látogatók ma is megtekinthetik a kastély egyes termeiben. Nagyon sok kép maradt utána a Betléri kastélyben, mivel festett is, de sikeres író is volt. A vadászat a nagy szenvedélye volt, ő alapította a 19. században a Betléri vadásparkot, vadáskertet, ami minden mai napig működik. Legnagyobb sikereit a vasércbányászat és a kohászat terén érte el, és a sikerek miatt kiérdemelte a Vásgróf becenevet, és ezzel írta be magát Európa gazdasági történelmébe. A Vasgrófnak jelentős szerepe volt a sajómenti vasművek, a vasércbányászat és a kohászat fejlesztésében. Andrássy Manó kalandos dél-kelet-ázsiai utazásait, vadászatait naplóbejegyzések, tudósítások formájában jegyezte le. Ezeket az írásokat több kötetben őrzik a kastély raktárában. Ez a gróf Andrássy Manó utazás Kelet-Indiákon egyik verziója. 1853-ban adták ki Budapesten. Többfajta verzióban készült, nagyobb kiadás, kisebb. Az emlékév alkalmából az Utazás Kelet-Indiákon című legértékesebb illusztrált könyvét digitalizálják és szlovák nyelvre fordítják. Az Utazás Kelet-Indiákon című könyv nem csak azért érdekes, mert a szöveget Andrássy Manó írta, hanem azért is, mert ő készítette az illusztrációkat. És ezeknek az illusztrációk alapján pedig Stériu Károly festette ezeket az olajfestményeket. Az érdekességük pedig az, hogy 2015-ben találtuk ezeket a képeket a gazdasági épület padlásán, és restaurálva voltak és visszakerültek a kastélybe. A Szlovák Nemzeti Múzeum kötelékébe tartozó Betléri Múzeum tematikus rendezvénysorozattal emlékezik meg Andrássy Manóról, aki 1880 után alakította át a nyári rezidenciát vadászkastéllyá. A gróf utazásait, vállalkozói tevékenység és az arisztokrácia életét bemutató tárlatvezetések a járványhelyzet alakulásától függően valósulnak meg. A Kastélymúzeum december vége óta zárva tart a látogatók előtt.